Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, június 28-a Irén és Levente névnapja van. 1884-ben meghalt Áncsics Mihály író politikus, 103 éve meggyilkolták Ferenc Ferdinánd trónörököst. Most pedig következzenek a mai nap legfontosabb történései, először csak egy-egy mondatban. Elmondta expozéját a szerb kormányalakító a köztársasági parlamentben. Figyelmeztetést adott ki a szerb köztársasági hidrometeorológiai intézet a rendkívül magas hőmérséklet miatt, amely az elkövetkező napokban lesz jellemző térségünkben. A segélyszervezetektől kapott élelmiszeren és ruházaton adnak túl a migránsok nagy kikint a piacán. Közösségi kemence épül Hajdújáráson. Egy költséghatékony európai Szerbia, amely a polgárok szolgálatában áll és tiszteletben tartja a nemzeti közösségek jogait, egy ilyen állam vízióját vázolta fel expozéjában Ana Brnabić. A kormányalakító közel 2 órás felszólalásában elmondta, az új kabinet legfőbb feladata az lesz, hogy Szerbia felzárkózzon a térség gazdaságilag és iparilag fejlett országaihoz. Valamivel szerda délelőtt 10 óra előtt érkezett meg Ana Brnabić a szerbiai parlament épületébe. A kormány alakítót óriási taps fogadta. Voltak, akik nem éjjeneztek. Erre reagálva a leendő kormányfő kifejtette, miniszterelnökként az lesz az egyik legfőbb feladata, hogy tetteivel bizonyítsa rátermettségét azoknak is, akik nem támogatják munkáját. Expozéjában elmondta, egy költséghatékony államot hozna létre, amely az emberek szolgálatában áll. Kifejtette, az új kabinet azon dolgozik majd, hogy a polgárok ismét bízzanak az ország vezetésében. Započeta je opsežna i sveobuhvatna reforma državne uprave, koja ima za cilj transformaciju države u servis građana, veću efikasnost rada državnih službenika, pojednostavljenje administrativnih procedura i jeftiniju državu. Postavljeni su temelji za uspostavljanje elektronske uprave u punom kapacitetu. Podsjetit ću još i na to da su pokrenuti radovi na infrastrukturi. Aláhúzta, folytatni fogja a megkezdett reformokat, szinten tartva az államháztartási hiányt és a gazdaság növekedését. A kormányalakító úgy véli, új munkahelyeket kell teremteni és lehetőséget biztosítani a szerbiai cégeknek annak érdekében, hogy minél több új vállalat jöhessen létre. A külföldi befektetőknek pedig megfelelő légkört kellene biztosítani, hogy minél több új beruházó érkezzen a nyugat-balkáni országba. Ova vlada planira da nastavi rigoroznu kontrolu trošenja novca i održi fiskalnu disciplinu i odgovornost u upravljanju javnim financijama. Naš cilj je da do 2019. godine deficit opšte države bude ispod 1%. To nas dovodi u rang fiskalno najodgovornijih zemalja. Sa daljim rastom BDP-a i niskim deficitom, planiramo da do kraja mandata ove vlade nivo javnog duga spustimo ispod 60% BDP-a. Az új kabinet kiemelt céljai között szerepel az euróintegrációs tárgyalások továbbvitele is. Ana Brnabić leszögezte, Szerbiának elsőként azokhoz az országokhoz kell felzárkóznia, akik az elmúlt 20 évben csatlakoztak az Európai Unióhoz. Miniszterelnökként pedig azon lesz, hogy egyenlő esélyt biztosítson minden állampolgárnak, megőrizve az állam etnikai és kulturális sokszínűségét. U Srbiji živi više od 20 etničkih ili nacionalnih grupa. Više nego bilo gde drugde u Evropi. Deca se školuju na 15 različitih jezika. Čak 11 jezika je u Srbiji u službenoj upotrebi. Zajedno treba da budemo ponosni na različitost i na toleranciju koji su deo našeg društva. To je jedan od razloga za ponos svakog društva. A kormányalakító az új miniszterekről is beszélt. Egy hatékony és észszerűen összerakott kabinetet vázolt fel, 2 új minisztériummal és 3 tárca nélküli miniszterrel. Goran Trivant környezetvédelmi, míg Jadranka Joksimović európai integrációs tárcavezetőként fog dolgozni. Slavica Djukić Dejanović, Milan Krkobabić és Nenad Popović tárca nélküli miniszterek lesznek. A kormányalakító egyéb változásokat is eszközölt. Alexander Vulin a védelmi tárca vezetését veszi át, a munkaügyi foglalkoztatási és szociálpolitikai minisztérium élére Zorán Györgyevics kerül, Nela Kuburović irányítja majd az igazságügyi tárcát, Ivica Dačić marad a külügyminiszter. Nebojša Stefanović lesz a belügyi tárca vezető, Zorana Mihajlović továbbra is az építésügyi és infrastruktúra fejlesztési minisztériumot vezeti majd.
A többi minisztérium élén is maradnak az eddigi tárcavezetők. Személyeskedés és szócsata. Az ellenzéki képviselők az új kormány alakító legitimitását és tapasztalatát kérdőjelezték meg. A hatalmon lévő pártok pedig azt mondták, hogy Anna Brnabić minisztersége alatt bizonyította, hogy képes irányítani és hatékonyan megoldani a ránehezedő feladatokat. Személyeskedésekkel tarkított heves vita követte Anna Brnabić expozéját. Elsőként Vojislav Šešelj kért szót. A szerb radikális párt elnöke a kormány alakító legitimitását is megkérdőjelezte. Elmondta, egy olyan kabinetet irányíthat, amelynek az állampolgárok nem szavaztak bizalmat, csupán megörökölték a hatalmat az előző összetételű kormánytól. A radikálisok első embere a volt vezetést okolja a kialakult helyzetért. Bitno je da ste vi poverenje koje narod vama delegirao, odnosno dao, delegirali na nekog drugog. Pa ispade da su oni dobili poverenje naroda. A nisu. Da ste njih stavili na listu, pitanje je koliko biste glasova dobili. Možda biste dobili još više. To ne znamo. Anna Brnabić reakciójában kiemelte, miniszterként az előző összetételű kormányban is tevékenykedett. Ez is bizonyítja, hogy már akkor is élvezte a polgárok bizalmát. Csedomir Jovanović úgy látja, hogy a leendő kormányfőnek a legnagyobb hibája, hogy nincs elegendő politikai tapasztalata. Személyét pedig számos kompromisszum és háttér megállapodás árnyékolja be. Emelte ki a liberális demokrata párt vezetője. Rečujem da ja vaš kabinet doživljavam kao kabinet koji je posljedica brojnih kompromisa i delimično izraz nemoći da se izdrže pritisci pod kojima ste se našli. A Vajdasági Magyar Szövetség támogatja a kormányalakító személyét, Pásztor Bálint szerint az elmúlt három éves munkát folytatva további fejlődésre lehet számítani. A VMSZ-DCP köztársasági parlamenti frakció vezetője az előző kabinetet is méltatta. Sikerként könyvelte el, hogy a Szabadkai Népszínház építésére is jutott pénz, a Szabadkát megkerülő Y-ról elágazás is épül, és Palics is egyre vonzóbb idegenforgalmi célpont, tette hozzá a politikus. Anna Brnabićnak pedig külön köszönetet mondott azért a munkáért, amit miniszterként a nemzeti kisebbségekért végzett. Pošto ćete vi biti predsednik nove vlade, ja sam siguran da će nova vlada još veći značaj pridavati tim pitanjima, ne samo zbog toga što je to naša obaveza na putu ka Evropskoj uniji, nego zbog toga što ste vi iskreno za poboljšanje položaja pripadnika nacionalnih manjina. A kormányalakító kész a további együttműködésre a VMS-szel, elmondta, az említett beruházások és a további vajdasági befektetések is folytatódnak. Hvala vama puno na svoj saradnji u proteklom periodu i ja se radujem da nastavimo takvu saradnju. Hvala vam. Anna Brnabić azt mondta, minden erejével azon lesz, hogy az ország érdekeit képviselje. Anna Brnabić kormányalakító ma olyan kabinetet javasolt, amely a polgárok, nem pedig Oroszország vagy a nyugat hatása alatt van, jelentette ki ma a szerb államfő. Alekszandar Vučić Kruševácon az újságíróknak elmondta, büszke arra, hogy független, szuverén államot vezet, ahol nem mások hozzák meg a döntéseket, valamint büszke az ország katonai semlegességére is. Hangsúlyozta, Szerbiának nyugaton és keleten is vannak barátai. Az EU felé halad, de Oroszországgal is fenntartja a jó viszonyt. Véletlenül még két napig folyhat az új kormányról szóló parlamenti vita, erősítette meg a szerbiai RTV kérdésére Maja Gojković, a köztársasági képviselőház elnöke. Kiemelte, Anna Brnabić és kabinetje péntek délelőtt teheti le a hivatali esküt, a törvényes határidő erre június 30-a. Figyelmeztetést adott ki a szerb köztársasági hidrometeorológiai intézet a rendkívül magas hőmérséklet miatt, amely az elkövetkező napokban lesz jellemző térségünkben. A figyelmeztetésben azt írják, július 2-áig akár 42 fokig is emelkedhet a hőmérséklet Szerbiában. Hozzáteszik, a hétvégére viharokkal, jégesővel kísért hidegfront érkezik térségünkbe, amely miatt csökken majd valamelyest a levegő hőmérséklete. Szerda délelőtt a 35 fokot is elérte a hőmérséklet Szabadkán. Napsütés, tikkasztó hőség, forróság. Ez Szabadka az elmúlt napokban. A hőséggel alatt az emberek többsége vízpart mellé menekül. Aki csak teheti, a strandon hűsöl. A sétaerdei medencéhez hétköznap délelőtt is nagyon sokan kilátogatnak. Idősek és fiatalok egyaránt választják a medence partját a nagy melegben.
A nyugdíjas Gyukics Sarolta és barátai évek óta itt töltik a nyarat. Minden másnap itt vagyunk, minden évben. Ez a nyugdíjasnak az élvezete. Nem drága, és meg vagyunk, közel vagyunk, és egy-kettő. Szóval szép, kellemes, jó érezzük magunkat. Beszélgetünk, társaság, és 5 óráig mindig itt vagyunk. A fiatalok is ide menekülnek a hőség elől a nyár nagy részében. Az osztálytársaim ma éppen elég sűrű, most jöttünk, mert úgy a meleg van, és akkor megbeszéltük, még nem mennek tengerre, akkor kicsit eljövünk úszni. A fürdőzők élvezik a napsütést, és örömmel csobbannak a hűs vízbe. Mások az árnyékba húzódva pihennek. Azonban nem mindenki szereti az embertömegtől, zsivajtól hangos medencét. Aki nem a medencén szeretne hűsölni, az kijön ide a Palics partjára, ahol a természetet is élvezheti. Malo odmor, lepa príroda, rekreácia, to je to. Vrucina. Strandolás közben sem feledkezhetünk meg a nagy melegben a veszélyekről, amelyek ránk leselkednek. Még a vízparton is érdemes árnyékba vonulni a délelőtti órákban, és óvni a fejünket a napszúrás ellen. A hőség elől tömegesen menekülnek a strandokra a lakosok. Vajdaság szerte a felfrissülés sokan Újvidéken is a Duna partján keresik. A vízparton sokkal könnyebb elviselni a kánikulát, mondják az újvidéki strandlátogatói. Lepo ovde na strandu, super mi je, mirno je, fino, nema puno gužve, cene su pristupačne, odlično je. Pokušala sam kući u klimi, jer mi doktori ne daju posle 10 da izađem, ali nisam mogla da izdržim, došla sam u prirodu i baš mi godi. Godi mi na strandu, moram da se skoro zamučem u vodu, da budem mokra, evo ima malo povetarca, napolje je mnogo bolje nego u stanu. A fürdőzőket az extrém magas hőmérsékletek sem tántorítják el a strandolástól. Az előrejelzések szerint egészen vasárnapig kedvez majd az időjárás a strandolóknak. Nekik is azonban oda kell figyelniük arra, hogy elegendő mennyiségű folyadékot fogyasszanak, illetve óvják magukat az erős napsütéstől. A tanácsokat a legtöbben meg is fogadják. Az egészség ugyanis mindennél fontosabb, ezért felkészülten kell kijönni a strandra, vélik az újvidékiek. Malo lakše ishrana, malo više tečnosti, vode naročito i ne izlazim baš kad je najveća toplota, ako nemam potrebe. Zaštitni faktor, meni 30 deci 50, puno tečnosti, vode uvijek sa strane, naravno, vodim računa o svemu. A strandolók szerint a Duna vize ugyan egy kicsit még hideg, a fürdőzést azonban így is teljesen jó. Pa izuzetno lepa, nije toliko hladna ko što je na bazenu. I prepodne dosta čista, zato što nema gužve, pa ne dignu tu prljavštinu. Tako da prepodne super. A fürdőzés és a napozás mellett az újvidéki strand számos egyéb szórakozási lehetőséget is nyújt. A legkisebbek számára játszóházakat és gyermekprogramokat tartanak fenn. A fiatalok és az idősebb generáció képviselői pedig kávézókban is megpihenhetnek, valamint számos kulturális és sportrendezvényen vehetnek részt. Ma van Vidovdán Szent Víd napja, a szerb nemzet egyik legjelentősebb és legrégebbi ünnepe. A szem felnyitásának ünnepének is tartják. A népi hagyományok szerint, amit ezen a napon az ember meglát, abban sikere lesz. Víd napjával az 1389-es Rigómezei csatára is emlékeznek. Az újabb kori szerb történelemben összekapcsolják minden olyan áldozattal, aki Koszovóért vagy a szülőföldjéért adta életét a háborúban. Szerbia szerte megemlékezéseket tartanak a Rigómezei csata 628. évfordulója alkalmából. Alekszandár Vucic Kruševácon helyezte el a kegyelet virágait a hősök emlékművénél. Az államfő ünnepi beszédében kiemelte, meg kell őrizni a két legnagyobb értéket, vagyis Szerbia és annak lakosainak függetlenségét és szabadságát. Mindezt nekünk kell megőriznünk, mert mi harcoltuk ki azokat, nem pedig másoktól kaptuk, mondta Vucic. Koszovó területén több csata is zajlott, ezek közül az elsőre 1389-ben Szent Víd napján került sor a szerb erők vezette keresztény szövetségesek és az oszmán birodalom hadai között. Dátuma a szerbek számára szimbolikus, egyszerre jelképezi a bukást, az újjászületést és a reményt. To današnji Vidovdan mora da postane dan u kojem ćemo krenuti da učimo o sebi, o tome ko smo, odakle smo, kako smo nastali, šta smo hteli i na kraju koji treba da bude početak, o tome da li smo bili samo žrtve ili smo i sami ponegde pogrešili. Thank you.
Egy 40-es éveiben járó férfi holttestére bukkantak az oroszlámosi házában, értesült a Blitz, a testen lőtt seb volt, az egyik szomszédja találta meg, aki rögtön értesítette a rendőrséget. Nézzük, mi lesz a híradó második felében. Példaértékű összefogás keretében segítenek a helyiek kis piacon egy családnak. A Palicsi állatkert lakóit is megviseli a kárnikula. Tisztújító közgyűlés tartott a Vajdasági Magyarok Demokratikus Közössége, az Óbecsei Városháza dísztermében a küldöttek szavazat többségével Csonka Áront választották a VMDK élére, alelnököknek pedig Tari Istvánt, Horváth Ódri Mártát és Hangya Istvánt. A közgyűlés döntést hozott a VMDK tanácsának és ellenőrző bizottságának összetételéről is. Továbbá a közgyűlés egyhangulag elfogadta a VMDK elnökének jelentését és a politikai irányelveket tartalmazó záró nyilatkozatot is. A segélyszervezetektől kapott élelmiszeren és ruházaton adnak túl a migránsok nagy kikind a piacán. A helyiek közül sokan vásárolnak náluk, hiszen jóval olcsóban juthatnak a termékekhez. A település melletti befogadó központban több mint 250-en vesztegelnek. 500 dinárért téli csizmát és kabátot, 50-ért halkonzervet és datóját, 100-ért pedig gyerekeknek való tusfürdőt lehet vásárolni a nagy kikindai piacon. Természetesen nem a helyi kofák árulják áron alul háromszor olcsóbban ezeket a termékeket, hanem a városban veszteglő migránsok. A vásárlók kapnak is az alkalmon. A bevándorlók nem nyilatkoztak stábunknak, sőt, amint észrevettek bennünket, elpakolták az áru egy részét és elrejtőztek. A helyi termelők nem örülnek nekik. Hát így kb. Egy hónapja. Itt állnak kint piac előtt, épp valamelyik nap elzavartam őket is, meg az inspekciót is, kommunál inspekciót, elzavartam innen, mert ők fényképezték, nem szólt kívülről álljanak, mondtam neki, odarakták, bigyeztették a migránsokat a bejáratra, nem lehetett kijárni, bejárni se ott se, én pedig odaugrottam és elzavartam mind a kettőt. Egy élelmiszereket áruló hölgy arra panaszkodott, hogy számára konkurenciát jelentenek a piacon áruló migránsok. Produce sardine, pasulj, konzervirano hranu uglavnom, to što su dobili. To je konkurencija ili nije? Pa da, konkurencija. A migránsok a segélyszervezetektől kapott élelmiszeren és ruhákon próbálnak túladni a piacon. Pa verovatno dobije od države, ne znam, znat, mislim, nije moje da. Onda valjda im ne treba ribe, mislim, narzik, da kupe kupus, ovo, ono. Sad da li dobije gotovo ranu, ne znam. A nagy kikinda melletti befogadó központban jelenleg 252 főként afgán és pakisztáni migráns tartózkodik. Van, aki már 10-nél is többször próbált meg illegálisan átjutni Magyarországra, azonban a hatóságok mindig visszatoloncolták Szerbiába. We go, police catch us and beat us. It's so horrible for us and send back to Serbia. I'm really from 1 year in Serbia and I crossed more than 30 times the border. It's so bad for us. If I know they tell us that we cannot open the border, but it's so bad for every refugee. I try legally, not legally. I tried. Like I try 14 times to now to cross the border. A sátrakban az egyedülálló férfiak, az épületben pedig a családok kaptak helyet. A gyerekeknek épp első segélyórát tartottak ott jártunkkor. A 13 éves Laa apjával, várandós anyjával és 4 testvérével érkezett Afganisztánból. I want to be a doctor in future. In which country? In Switzerland or Hungary, never mind if. A migránsok többsége abban reménykedik, hogy Magyarország hamarosan megnyitja határait, és szabadon letelepedhetnek az unió területén. A szabadkai vasútállomás területén próbálnak néha a migránsok felkapaszkodni a szerelvényekre, és így eljutni Magyarországra. A vasútállomás különböző módszerekkel igyekszik megakadályozni, hogy az illegális bevándorlók elrejtőzzenek a vonatokon. Az utóbbi időben egyre több migráns érkezett Szabadkára. Az illegális bevándorlók sok esetben a vonatokra felkapaszkodva próbálnak bejutni az Európai Unió területére. A szabadkai vasútállomáson nincs videó megfigyelő rendszer, ezért a biztonsági szervek nehezebben tudják megakadályozni, hogy a bevándorlók felmásszanak ezekre a vonatokra.
A szabadkai vasútállomás biztonsági szolgálatának gyakran kell a bevándorlókat vagonok aljáról és tetejéről leszedni. Ugyanakkor a migránsok, akár a többi utas szabadon közlekedhetnek az állomás területén, mondják az illetékesek. Amennyiben a sineken tartózkodnak a migránsok, a biztonsági szolgálat figyelmezteti és megkéri őket, hagyják el a veszélyes területet. Angažuje čuvarko ih upozorava da napuste mesto ili prostoriju, a ako slučajno odbiju da napuste prostoriju, onda se poziva policija koja ih uklanja, odnosno odnosi sa stanice Subotice u prihvatni centar, verovatno pretpostavljam. Többnyelvű figyelmeztető táblákat is elhelyeztek a szabadkai vasútállomás illetékesei, ezzel is a migránsok értésére szeretnék adni, tilos a vonatok alján vagy azok tetején tartózkodni, mivel az életveszélyes. Postoje táble, oglasne táble, kojim se oni informišu o tome na svom maternjem jeziku, da je zabranjeno kretanje po koloseku, između koloseka, penjanje na kolima zbog visokog napona, ulazak u cisternama i tako dalje. Te table su okračene na vidnom mestu, tako da oni imaju informacije vezano za to. A szabadkai vasútállomás mielőbb biztonsági kamerarendszer szerelne fel az állomás területére, ezzel is megelőzve, hogy a migránsok a szerelvényeken rejtőzzenek el azért, hogy Magyarországra jussanak. Világszerte számos nagyvállalatot és kormányintézményt is cyber támadás ért kedden. Ukrán, orosz, dán, brit, holland cégeket vettek célba a hackerek. A német Metro üzletlánc közölte, hogy ukrajnai bevásárlóközpontjai károsultak. Az ukrán kormány közlése szerint minisztériumokat, az állami postát, a legnagyobb telefontársaságot és több bankot is ért jelentős és kárt okozó kibertámadás. Az ukrán belügyminiszter egyik tanácsadója azt mondta, hogy a WannaCry nevű számítógépes vírus a kormány több weboldalán és számos cégnél okozott problémát. Oroszországban is ismeretesek hasonló jelentések. A vezető olajtermelő a Rosneft is nagy kibertámadásról számolt be. Az Egyesült Királyságban a világ egyik legnagyobb hirdetési vállalata, a VPP jelentette, hogy számítógépes rendszerét feltételezhetően kibertámadás érte. Svájci illetékesek szerint a 2016-ból ismert Petya vírus jelent meg újra. Példaértékű összefogás keretében segítenek a helyiek kispiacon, egy nehéz sorsú családnak tudnak így megfelelő otthon biztosítani. Ebben a több mint 100 éves, teljesen elavult házban lakott ezelőtt a kispiaci pap család. A nehéz körülmények ellenére nevelték itt 3 gyermeküket, azonban az édesanya többek között a ház állapota miatt súlyos beteg lett. A falubeliek ezért összefogtak, hogy a család egy új házba, jobb környezetbe kerülhessen. Sokan szabadidejüket nem kímélve dolgoztak az eddig üresen álló ház felújításán. Az üres épületet Varga Otto és családja ajánlotta fel. Otto megkeresésünkre elmondta, hogy a pap családot már régóta ismerik, és nem haboztak, amikor segíteniük kellett. Adódott ez a lehetőség, hogy felajánljuk ezt a házat ennek a pap családnak, hogy jobb feltételek közt éljenek. A régi épületet a falubeliek összefogásával teljesen felújítják. Volt munka bőven, viszont az összefogásnak hála kevesebb, mint 2 hónap alatt azt be is fejezték. Pap Ferenc családfő elmondta, az új száraz épület óriási segítség az életükben, hiszen az édesanyja így új, tiszta és száraz környezetben épülhet fel súlyos tüdőbetegségéből. Ez a kispiaci falu, én úgy néztem, hogy úgy vettem észre, hogy nagyon segítőkész. Meglátik, aki bajban van, annak segítenek. Meg nagyon szépen köszönjük is, hogy ennyien összefogtak és segítettek. Szarabka Eda, a kispiaci helyi közösség tanácselnök elmondta, először az egyházközség kereste meg őket, az állapotfelmérés után pedig úgy döntöttek, hogy a régi ház felújítása helyett keresnek egy másik épületet a család számára. Varga Otto családja ajánlotta fel ezt a házat, nagyon szépen köszönjük nekik, egy nagyon szép gesztus a részükről, és utána a falu apraja nagyja összefogva heteken keresztül ezt a házat meszelgette, rendezgette, tapasztotta, gyűjtöttek függönyöket, lapokat, tehát egy komoly javításon esett köröztül. A kivételes összefogásnak hála, a felújítási munkálatok már az utolsó fejezetekhez értek, így a pap család a hétvégét már az egészséges környezetben töltheti.
A Pannon Televízió Kalamáris című műsorában is szerepelt, Kolecsevegy Lorának nagy segítségre van szüksége. A 12 éves lánynál nyirokmirigydaganatot, azaz Hodgkin-linfómát diagnosztizáltak az orvosok. A képalkotó vizsgálat kimutatta, hogy a mellkasa tele van megnagyobbodott nyirokmirigy csomóval. Lorát jelenleg a budapesti Heinpál gyermekkórházban ápolják, ahol a kemoterápiás kezelését is végzik. A magyar fővárosban való tartózkodás és a sorozatos kezelések nagyon nagy anyagi megterhelést jelentenek a szülők számára. Ezért kérnek segítséget. Az adományokat számlaszámra lehet küldeni, amelyet megtalálhatnak médiaházunk honlapján a www.pannonrtv.com címen. Magyar Konizsa község ifjúsági irodája június 29-én jótékonysági koncertet szervez a Knesa nagytermében. Az Együtt Zsejkéért rendezvényre a belépő önkéntes adomány. A befolyt összeget az Oromi Bálint család kapja. Zsejke koraszülött, most 9 hónapos baba, 12 betegséggel küzdött meg, és még sokkal most is vívja a harcot. A családnak hetente van egy vagy két útja, egy belgrádi, újvidéki vagy szabadkai klinikákra, de sokszor még Magyar Kanizsára is nehéz nekik a bejutás. Zsejkének két testvére van, akik szintén sok mindenről mondtak le, hogy a pici eljuthasson minden vizsgálatra és kezelésre. A pénz most abban segít, hogy a családról egy kis terhet vegyen le, hogy Zsejkének minden lehetőséget megadhassanak a gyógyulásra, épülésre, fejlődésre és erősödésre. Közösségi kemence épül Hajdújáráson helyi vállalkozók támogatásával a focipálya mögötti játszótér mellett. Vasárnaponként gyújtják majd be, és a tervek szerint a falubeli háziasszonyok itt süthetik meg házi kenyerüket, réteseiket, pogácsáikat. A kemence építése hétfőn kezdődött, és a hét végéig elkészül magyarországi önkéntes mesterek és gimnazisták segítségével. Lábbal taposva keverik el az anyagot magyarországi fiatalok. Kemencébe beépítjük, nem mindegy a vízelosztása, mert hogyha túl kevés, túl sok szétrobbanhat a kemence, szóval ez elég fontos feladat, ez az alapja gyakorlatilag. És ugye mivel nincs keverünk, muszájunk a lábunkkal különféle gumókat eloszlatni és eléggé pépesre csinálni. A közösségi kemence célja, hogy legyen egy falu kemencéje, ahova vasárnap délelőtt bárki elhozhatja kisütni a házilag dagasztott kenyerét vagy kalácsát. Fontos, hogy újra felértékelődjenek a bácskai búzatermő földek, ami erősíti önbecsülésünket és a szülőföldünkhöz való ragaszkodásunkat, mondja Maurer Oszkár borász, a kemence építés kezdeményezője. Az augusztus folyamán megrendezendő első bácskai kenyérsütő verseny ünnepélyes díjátadása is itt lesz augusztus 20-án, Szent István ünnepén. Ez is egyébként egy Szent István kerámia képpel díszített kemence lesz majd. Itt most mögöttünk nagyrészt a székesfehérváriak és környékiek, Abai Attila király gimnázium diákjai, tanárai és igazgatójai vannak jelen, akikkel már egyre szorosabb az együttműködésünk. Évek óta ide járnak hozzánk délvidéken, ősszel szüretelni, baráti alapon, borkedvelők, és mi is járunk oda hozzájuk gyakran, ki hol tud segít a másiknak. Kedden már 8 téglasort felhúztak a lelkes önkéntes kemence. A tervek szerint a héten el is készül a kemence, utána egy hét kell majd, hogy kiszáradjon, és ezt követően a tervek szerint jövő vasárnaptól gyújtják majd be először. Minden vasárnap délelőttönként rőzsével fogják tüzelni, így süthetik majd meg a háziasszonyok a házi kenyereket, pogácsákat, réteseket és egyéb finomságokat. A Palicsi állatkertben nyáron különös figyelmet fordítanak az állatok komfortérzetére. Vannak, amelyek csak árnyékolókat kapnak, másokat zuhanyoztatnak, ismét mások jégbe hűtött gyümölcsöket kapnak, hogy elviseljék a kánikulát. Hello. Szilva nehezen viseli a meleget. Gondozója azt mondja, ráadásul ma egy kicsit kedvetlen is. Szilva nem is megy mindjárt a vízbe a nasiért, inkább jól meggondolja, belemenjen-e a vízbe. Amikor megkaparintja a jégtömböt, egy kis ügyeskedés után falatozni kezd. Ilyen nyári körülmények között, mikor kicsit melegebb van, akkor pedig ilyen hűtött finomságokat adunk nekik, amiben vagy ilyen narancs, répa, alma, és akkor ezt így összehűtsük, a körte van, dinnyét is például szereti a medve, akkor ezt így ilyen jégkockába lefagyasszuk, és akkor azt szoktuk neki adni. A barna medve már sokkal jobb kedvű. Pontosan tudja, mi következik, amikor megjelennek a gondozók a kerítésnél.
Naponta egyszer kapnak az állatok jégbe hűtött gyümölcsöket. Az oroszlánok az árnyékba húzódva pihengetnek. Ők bírják a meleget, mondják a gondozóik, de szükség van az árnyékos helyre, mint például a zsiráfoknak, amelyeknek ilyenkor a fedett részben teszik fel a lombokat. Vannak persze olyan állatok is, amelyeknek árnyékolót kellett kihúzni. Ezek a nagy marák csak úgy tudják elviselni a rekkenő hőséget, ha az árnyékoló alá húzódnak. Vannak, akik zuhanyoznak a nagy melegben. A kamera előtt szégyenlősek, de a gondozó szerint egyébként nagyon élvezik. A vizet 2-3 naponta cseréljük nálunk, és itt a fölvétel látszik is a mikro ilyen kis locsolók, ilyen vízporlasztók be vannak kapcsolva reggel 8-tól délután 3-ig. Egy alkalommal megfülnek, és annyi nekik elég. Nem mindenkinek van melege az állatkertben. A hüllők élvezik a meleget. Például a kígyóknak ez kifejezetten jót tesz, gondolná az ember. Ez a nagyon nagy forróság nekik se tesz jót, mert a kígyóknak a nagy problémája az, hogy a kígyók valójában nem bírják regulálni a saját testi hőmérsékletüket. Ezek a kis boák 2 hónappal ezelőtt születtek. Ők nagyon élvezik a meleget. Télen-nyáron 30 fok körüli hőmérséklet van a kukacházban, ahol ők a gyermekkorukat töltik. Az aligátornak még néhány nappal ezelőttig melegítették a vizet. Most itt is hűtenek. Az állatgondozó azt mondja, másfél havonta kap enni. A hűtés elsősorban a levegő hőmérsékletének csökkentését szolgálja. A palicsi állat és növénykertben 200 féle növényt tápolnak, hogy az ide látogatók kellemes környezetben érezzék magukat. Nem csak az állatokat viseli meg a rekkenő hőség, hanem a növényeket is, de ez nem látszik meg rajtuk, ugyanis folyamatos a szakszerű karbantartásuk. Világra szóló aranykincs került elő Szeged határában, a 3000 éves arany lábvértre gombászás közben bukkantak. Magyarország, sőt egész Európa területén korábban még soha nem fedeztek fel a bronzkorból származó arany lábvértet. Ilyen régészeti szenzáció utoljára majd 100 éve történt Szegeden, amikor Móra Ferenc irányításával megtalálták a nagycég sósi aranyleletet. Réz tárgynak gondolta és zsebre dugta Antal Róbert azt a sáros aranydarabot, amit gombászás közben egy felszántott földön talált. Otthon aztán lemosta, kihajtogatta és felfedezte a mintát. Felhívta az örökségvédelmi hivatalt, akik fotót kértek, ekkor derült ki, hogy ez egy nagy jelentőségű lelet. Robert azt mesélte, aludni sem tudott, amíg nála volt a 100 grammos aranytárgy. Ha tudtam volna, miért nem nyúlok hozzá, kezdjük, valaki ott hagyom, nem, hogy ott hagyom, de valószínűleg ott hagytam volna, valószínűleg azonnal telefonálok, de még a telefon sem volt nálam, azt sem vittem magammal, úgyhogy még egy fotót sem bírtam, hogy csinálni, hogy ott találtam meg, mert meg sem volt a fejemben, hogy, ha, hogy ez gyakorlatilag ez egy ilyen lelet lehet, hát az ember nem minden nap botlik egy ilyenbe bele. A helyszínen, amit biztonsági okokból egyelőre nem árulhatnak el, a szegedi régészek megtalálták a lelet együttes még eredeti állapotában összehajtott töredékeit. Gyakorlatilag megvan a teljes tárgy, ki fogjuk tudni teljes mértékben pótolni, egészíteni, csak ezt mi nem hajtogattuk ki, hiszen a kihajtásra szeretnénk végig dokumentálni, tehát a tudományos feldolgozását a kihajtásnak, hogy rekonstruálni tudjuk, hogy hogy hajtották össze a tárgyat, milyen rituálé keretében, hogy ezzel még közelebb jussunk a megoldáshoz és a megfejtéséhez. Eddig csak bronzból és bőrből készült lábvértek ismertek a trójai háború időszakából, az időszámításunk előtti 12.-13. századból, aranyból nincs ilyen jellegű lelet. Az eddigi vizsgálatok megállapították, hogy a lelőhely közelében se település, se temető nincs. Azt gondoljuk, hogy a Tisza ártér szélén lévő lelőhely egy egykori áldozóhely lehetett. Ezt egy áldozati együttesnek értelmezzük ebben a formában, ahol egy nagyon nagyértékű áldozatra kerül sor. Maga a tárgy, hogy ki is áldozza és kinek áldozza, ezen el lehet gondolkodni. Aki áldozza, az nem lehetett kisember, a helyi klánok vezetők egyik kiemelkedő személyiség lehetett, valószínűleg egy komoly harcos lehetett. A régészek jelenleg kutatják a területet, hamarosan megindulnak az ásatások. Novák Djokovic 2-0-ra győzte le Vasek Pospisilt, és ezzel bejutott az Eastbourne-i tenisztorna harmadik fordulójába. Ezzel 5-ször nyert a kanadai ellen. A következő fordulóban a két amerikai játékos Donald Young és Jared Donaldson párharcának nyertesével mérkőzik majd meg a szerb teniszező.
Az oktatás javítása is az egyik célja lesz az új kormánynak, mondta Anna Brnabics kormányalakító. Hozzátette, dolgozni fog azon, hogy a polgárok ismét bízzanak az oktatásban. Szerinte az új kormány igyekezni fog egyenlő esélyt biztosítani Szerbia minden állampolgárának, és ehhez az oktatás a kulcs. A képviselőház szerdai rendkívüli ülésén Anna Brnabics kormányalakító felolvasta expoziát a képviselőknek. Itt az idő, hogy Szerbiát átvezessük a 21. századba, mondta Anna Brnabics. A kormányalakító hozzátette, ki kell használni a digitális forradalom adta lehetőségeket. Ona pruža šansu za nova radna mesta, koja su bolje plaćena. Digitalizacija može uvećati naš izvoz i što je najvažnije, ona je prilika da zaustavimo sada odliv mozgova i čak preokrenemo taj trend. To govorim na osnovu iskustva naših najuspešnijih kompanija iz IT i kreativne industrije, koje su nam u praksi pokazale kako je digitalizacija pokrenula točak promjena. Az oktatási rendszer fejlesztése elengedhetetlen részét képezi a haladásnak, hangsúlyozta a kormányalakító. Az új kabinet igyekezni fog egyenlő esélyt biztosítani Szerbia minden állampolgárának, és ehhez az oktatás a kulcs. Moramo da unapredimo naš obrazovni sistem. I to će biti moj drugi najvažniji prioritet u ovom mandatu. To znači da ćemo podsticati analitički način razmišljanja usmeren na rešavanje problema i pronalaženje rešenja. Radit ćemo na tome da promenimo način razmišljanja koji sputava kreativnost. Važno je da mlade generacije navedemo da ne odustaju na prvoj prepreci. Az expozét heves vita követte. Vojislav Sesej szerint a leendő kormányt nem a nép választotta, hanem csak az előző kormány örökösei. A szerb radikális párt vezetője nehezményezte azt is, hogy a leendő kormányban csak heten tartoznak valamelyik párthoz. I da vizuelno izgleda kao da su oni iznad Narodne skupštine. A niste. Vi ste pod nogama Narodne skupštine. Narodna skupština treba stalno da vas gazi, da biste nešto vredeli. Pásztor Bálint is felszólalt a rendkívüli ülésen. Felszólalásában méltatta az eddigi kormány munkáját, illetve elmondta, a Vajdasági Magyar Szövetség támogatja Anna Brnabicsot kormányfői pozícióba jutni. Csedomir Jovanovic szerint a kormány alakító politikai tapasztalatának hiánya problémát okozhat Brnabics számára. Rečujem da ja vaš kabinet doživljavam kao kabinet koji je posljedica brojnih kompromisa i delimično izraz nemoći da se izdrže pritisci pod kojima ste se našli. Zoran Zsivkovic szerint csupán ámítás minden adat, amit a kormány alakító beszédében felvázolt. Az új párt vezetője szerint Anna Brnabics eltitkolja az állam valós helyzetét, és nem beszél arról, hogy a gazdaság és az ipar is hanyatlóban van. Szerinte egyre kevesebb befektető érkezik az országba, valós víziók nélküli vezetés fogja jellemezni az új szerb kormányt, amelynek az élére egy tapasztalat nélküli ember kerülhet. Vili Zoran Zsivkovic. Ja pitam mandatarku sa kojim kvalifikacijama, stručnim, sa kojim iskustvom, sa kojim poslovnim, rukovodećim iskustvom dajete sebi pravo da edukujete građane Srbije iz ovih oblasti. Az expozé bemutatásakor Anna Brnabics elmondta, az elmúlt 10 évben egyetlen kormány sem hagyta olyan jó állapotban az országot a következő kormány számára, mint ahogy ezt Alexander Vučić kabinetje tette. A kormányalakító kiemelte, hogy csapatmunkát fognak végezni a minisztereivel, döntéseiket méltósággal védelmezik majd, és hisz abban, hogy kormányának eredményeit senki sem hagyhatja majd figyelmen kívül. Gazdasági és fejlesztési kérdésekre, valamint az európai integráció folytatására helyezte a hangsúlyt kormányprogramjának ismertetésekor Anna Brnabics kormányfőjelölt. A kormányprogram vajdasági magyarságra is vonatkozó részeiről Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség Demokratikus Cselekvés Pártja frakcióvezetője beszélt a Pannon RTV-nek. Az új kormányról vitázik a szerbiai parlament. Anna Brnabics miniszterelnök jelölt ismertette programját, valamint új kabinetjének tagjait. Most Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokratikus Cselekvés Pártjának frakcióvezetőjével beszélgetek erről a kormányprogramról. Üdvözlöm! Melyek ennek a programnak a legérdekesebb pontjai?
Azt gondolom, hogy egyértelműen az Európai Uniós csatlakozás fontosságát emeli ki a kormányprogram, tehát talán ez még nagyobb mértékben kidomborodik, mint az előző kormány vagy az előző kabinetek esetében. Ezen kívül pedig a gazdasági kérdések állnak a kormányprogramnak a homlokterében, ahogy az elmúlt időszakban is, tehát a költségvetési hiánynak a csökkentése, a befektetéseknek a növelése és az ország gazdasági alapjainak a megteremtése. Mik lehetnek azok a pontok, amelyek a vajdasági magyarság vagy a VMS számára érdekesek? Nagyon fontos számunkra az, hogy ez a kormányprogram tartalmazza azt, hogy a következő két hónapban módosulni fog a termőföldről szóló törvény annak érdekében, hogy a társulási egyezménnyel összhangban, vagy annak ellenére, hogy a társulási egyezményben azt írja, hogy 2017. szeptember 1-től a külföldi állampolgárok a szerbiaiakkal azonos feltételek mellett vásárolhatnak ingatlant, így termőföldet is, ez nem fog bekövetkezni. Ugyanúgy, ahogy Magyarország védi a termőföldjét, és ugyanúgy, ahogy az összes Európai Uniós csatlakozó ország fönntartotta magának a jogot, hogy a csatlakozást követően még néhány éven át ne liberalizálja az ingatlan piacát, ezt Szerbia is meg fogja lépni, annak ellenére, hogy az elmúlt években nem volt egyetértése tekintetben, most a kormányprogram alapján már világos, hogy ez úgy fog rendeződni, hogy azt a Vajdasági Magyar Szövetség már évekkel ezelőtt javasolta, és azóta is folyamatosan. Emellett pedig a kisebbségi kérdések azok, amelyek fontosak, lévén, hogy Anna Bernabics az elmúlt egy év során államigazgatási önkormányzati miniszter volt, akinek a hatáskörébe a kisebbségi jogok is tartoznak. Egyértelmű, és ez látszik magából a kormányprogramból is, hogy nagyobb érzékenységgel viseltetik ez a kérdés iránt, és hogy nagyobb teret kap ezeknek a kérdéseknek a megvalósítása, mint az előző kormányok esetében, bármely előző kormány esetében volt az elmúlt évtizedekben, és ez azért fontos, mert a külön kisebbségi akcióterv megvalósítása, a nemzeti tanácsokról szóló törvénymódosítása, a kisebbségi keret törvénymódosítása, mind olyan kérdések, amelyeket a következő aránylag rövid időszakban kellene megoldani. Milyen szerepet vállal a Vajdasági Magyar Szövetség ebben az új kormányban? E tekintetben nincs változás, tehát továbbra is 4 államtitkára lesz a Vajdasági Magyar Szövetségnek. Az előző egy évben bizonyította, hogy ez megfelelő szerepvállalása a kormány munkájában lehetővé teszi, hogy a mi számunkra fontos ügyek gyorsabban haladjanak előre, úgyhogy e tekintetben nem lesz személyi értelemben sem változás. Köszönöm szépen! Köszönöm. Az utóbbi percekben Pásztor Bálinttal, a Vajdasági Magyar Szövetség és a Demokratikus Cselekvés pártjának frakcióvezetőjével beszélgettem az új kormány programjáról. A kormánytagok várhatóan pénteken teszik le az esküt, és így Ana Brnabić lesz Szerbia első női miniszterelnöke. Eddig tartott a híradó, a legfontosabb hírek jönnek még egyszer röviden. Elmondta expozéját a szerb kormányalakító a köztársasági parlamentben. Figyelmeztetést adott ki a szerb köztársasági hidrometeorológiai intézet a rendkívül magas hőmérséklet miatt, amely az elkövetkező napokban lesz jellemző térségünkben. A segélyszervezetektől kapott élelmiszeren és ruházaton adnak túl a migránsok nagy kikint a piacán. Közösségi kemence épül Hajdújáráson. Köszönjük szépen a figyelmüket, ne feledjék, a pannonrtv.com-ra kattintva még több hírt és információt olvashatnak, ha tehetik, tartsanak velünk továbbra is. Most következik a Szerbszki Ekrán című szerb nyelvű nemzetiségi magazin műsor, majd zenei válogatás után a Kalamár is. 19 órától Diagnózis, 19:30-tól a Közelképben a 11. nemzetközi és regionális szabadkai gazdasági vásár. A 20 órai híradót követően népzene és világzene a Pannon Televízió műsorán. A viszontlátásra!